A magyar elsősegélynyújtás egyik úttörője Flór Ferenc a TEC holtak felélesztésükről szóló tanítás című könyvében már 1835-ben felállította az újraélesztés teendőinek sorrendjét, jelentőséget tulajdonítva a befúvásos lélegeztetésnek és a mellkas nyomogatásának. Követelte mentőegyesületek felállítását, megadta a mentőláda és a mentőállomások felszerelésének listáját. 1887-ben létre is jött, Európában másodikként, az első önkéntes mentőegyesület a maga lófogatú mentőkocsijával. Azóta a mentés állami egészségügyi feladat lett. A mentőtiszt legfontosabb feladata a sürgősségi betegellátás. Kellő tudással rendelkezik ahhoz, hogy akár tömegbaleset, katasztrófák, akár hirtelen fellépő rosszul létek esetén szakszerűen elvégezze mentését. A mentőtiszt készenléti ügyeletszolgálatot lát el a mentőápolóval és a gépkocsi vezetővel. A beérkező riasztást követően azonnal indul a helyszínre. Ott tájékozódik a beteg vagy a sérült állapotáról. Megvizsgálja, majd szakszerűen és biztonságosan ellátja a sérültet. Stabilizálja állapotát, megkezdi gyógykezelését, szükség esetén életmentő beavatkozást hajt végre, ha kell, szülést is levezet. Eközben kapcsolatban marad mind mentőegysége tagjaival, mind pedig az eset jellege által igényelt külső szakmai szervekkel. Irányítja a mentőápolók munkáját, szükség esetén pedig rádión keresztül további segítséget kér. Utána beszállítja a beteget abba a kórházba vagy egészségügyi intézménybe, amelyre utasítást kap. Útközben tovább stabilizálja, javítja a sérült állapotát. Ha kell, részt vesz a mentőszolgálat által biztosított sport és kulturális rendezvényeken, továbbá a mentőápolók oktatásában és továbbképzésében is. A mentőtiszt egyik legfontosabb munkaeszköze az életmentéshez hiánytalanul felszerelt, kiváló műszaki állapotú mentőkocsi, valamint a rádió, ugyanis ezen keresztül tud folyamatosan kapcsolatban maradni csapat a többi tagjával és a központtal. Az első segélynyújtás eszköze például a vérnyomásmérő, a nyakrögzítő és a hordágy. A mentésé a defibrillátor, az izolációs takaró és a lélegeztető. Az ápolásé pedig többek között a lázmérő és az infúzió. Ahhoz, hogy valaki jó mentőtiszt legyen, hiszem a legfontosabb, hogy nagyon türelmes legyen, alázatos a szakma iránt és az emberek felé is, és óriási empátiakészség szükséges hozzá. A mentőtiszt munkájához nagy elhivatottság szükséges. Nélkülözhetetlen a felelősségtudat, hogy minden betegre és sérültre az őt megillető törődést tudja fordítani, a csapatmunka, hiszen a mentést másokkal együttműködve végzi, és a figyelem, mert semmilyen apró részlet nem kerülheti el a figyelmét. Probléma megoldó képesség és logikus gondolkodás szükséges a legmegfelelőbb beavatkozási mód kiválasztásához. Mindezek mellett a fizikai erőllét és a stressztűrési képesség is nagyon fontos. Ennek a hivatásnak a legnagyobb szépsége szerintem az, hogy segíthetünk a bajba jutottakon, hogy csillapíthatjuk valakinek a fájdalmát, enyhíthetjük a panaszait, valakinek segíthetünk, esélyt adhatunk arra, hogy a családtagjaival plusz időt kapjon, hogyha esetleg súlyos állapotba kerül. Gyakorlatilag a mentőtiszt megfogalmazása szerint is egy orvosi jogkörrel felruházott főiskolát végzett egészségügyi szakember. Tehát minden olyan beavatkozást megcsinálhatunk, elvégezhetünk, amit egy orvos is elvégez. A mentőállomáson készenléti ügyeletben és a mentés helyszínén a szabadban végzi munkáját. Elsősorban az ügyeleti rend által meghatározott 8 vagy 12 órás műszakos beosztásban dolgozik, a hét bármely napján, ünnepnapoktól függetlenül. Közepesen nehéz, időnként nehéz fizikai igénybevétellel és pszichés megterheléssel járó szellemi munkát végez. Különféle ártalmak érhetik, fertőzés veszélyt jelent a betegekkel való közvetlen érintkezés, lelkileg megterhelő az emberek életét befolyásoló döntések meghozatala, súlyosan sérült személyek mentése. Elengedhetetlen a mentőtiszt számára bizonyos egészségügyi feltételek megléte, mint például az épp végtagok, az épp látás, a jó hallás, az érthető beszéd a sérültek mozgatásához, vizsgálatához, a különféle beavatkozások elvégzéséhez és a kommunikációhoz. Hallássérültek jó beszédértést lehetővé tevő hallókészülék használatával betölthetik a munkakört. A mentő munkának egyik, hogy is mondhatnám, igazából a kulcsfontosságú eleme a csapatmunka. Anélkül, hogy a többiekkel jól kommunikáljunk, megértsük egymást,
igazából a hatásos, hatékony betegellátás nem is lehetséges. A csapatmunka az nagyon-nagyon fontos. Kettő vagy három ember ül ugye egy mentőautón, és ha köztük nincs meg az összhang, akkor az igazándiból a betegeknek az ellátásának a rovására megy. Tehát alapvető az, hogy az összhang meg legyen. A leendő mentőtiszt számára elsősorban a természettudományos tárgyakban való jártasság szükséges, főleg a biológiában, a kémiában és a fizikában. A munkakör betöltéséhez mentőtiszt szakképzettség szükséges, amely felsőoktatásban ápolás és betegellátás alapszakon szerezhető meg, mentőtiszt szakirányon. A képzés megkezdésének feltétele az érettségi és alkalmassági vizsgán is meg kell felelni. A tanulmányi idő 8 fél év, két kötelező szakmai gyakorlattal. A diplomával a mentőszolgálatoknál, a szeretett szolgálatoknál, a katasztrófavédelemnél, illetve a szociális és oktatási szektor egyéb területein, például elsősegélyoktatóként lehet elhelyezkedni. Aki tovább szeretne tanulni, az orvostudományi egyetemeken sajátíthat el speciális szakterületekre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. Rokonfoglalkozás például a szakorvos és a felsőfokú képzettséghez kötött ápoló munkakör. A mentőtisztek havi bruttó keresete 180 és 320 ezer forint között alakul, melyet ügyeletek vállalásával lehet kiegészíteni. Az előrejelzések szerint a mentőtisztek iránti kereslet növekedést mutat. Néhány éven belül mentőtiszt hiány következhet be. Ezt a pályát az igazán empatikus embereknek ajánlanám, akiknek szívügye, hogy segítsenek a betegeken, és így ezáltal a társadalom hasznossággá is váljanak. Nem tudom egy adott csoportnak ajánlani a szakmát. Én úgy érzem, hogy mindenki, aki szereti azt, hogy emberekkel foglalkozhat, hogy másokon segíthet, hogy kihívások vannak, hogy folyamatos új dolgokat ismerhet meg, azoknak tudom ezt ajánlani. Nem kell félni attól, hogy milyen látvánnyal, milyen helyszínekkel találkozik. Ez az adott embernek a habitusától függ, hogy ezeket bírja vagy sem, de ki kell próbálni, és aztán majd az idő eldönti, hogy fogja szeretni ezt a szakmát. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.